Sziasztok! Spam vagyok, és amint itt láthatjátok, kodozni fogunk, méghozzá MV3 túlélőzni. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Ezt egy pár részben fogom feltölteni, ezt az egy részt. Úgyhogy szerintem kezdjük is el gyorsban. Solo, survival. Mondjuk játszunk egy village-et, mert azt szeretem. Na gyerekek, hát tudom, hogy ilyen jellegű shooterek még nem voltak, de kodozni azt már nagyon régóta szeretek. Hát akik profi kodosok, azok most ne nagyon vessenek meg, mert én annyira nem vagyok azért jó. Igyekszem azért a legjobbat, meg azt, hogy ne legyen nektek olyan borzasztóan dalmas, vagy ilyesmi. Csak egy gondolat, a vicces Minecraft vlogokkal kapcsolatban annyi, hogy előbb vagy utóbb most már tényleg lassan meg fog rekedni a sorozat, ami nem jó hír. Próbálkozom én is bugokkal, csak az a baj, hogy nincsen túl sok időm mostanában. Azért találtam ki azt, hogy most ezt a kodos survival-t fogjuk együtt játszogatni. Meg majd ilyen kisebb játékok lesznek. Egyébként a játék ötleteket... Előről. Szóval a játék ötleteiteket is szüntelenül várom. Hát remélem egyébként, hogy tényleg elnyeri majd ez a sorozat a tetszéseteket, mert a Hearthstone-ból megcsináltunk két részt Voluxal, meg még egyet én. Hát nem annyira tetszett nektek. Na, itt is vagyunk. Annyi a lényege itt a játéknak, gyorsan fedezék, hogy egyedül vagyok, túl kell élnem különböző cuccoknak a segítségével, amiket majd körönként tudok venni, és minden killért pénzt kapok, ennyi az adott. És akkor minden kör előtt van 30 másodperc fel. Az komoly volt. Mindegyik előtt van 30 másodperc felkészülési időnk. Na. Azt mondj. Ó, ez elképesztő volt. Na, egyébként nem csak ilyen első két körben ilyen falusi emberek jönnek. Na, ezt jól elcsesztem. Na, valami, nem. Jó, hát akkor nem. Akkor maradunk kempelni, mert ezt a játékmódot igazából máshogy nem lehet túlélni, csak így, hogyha van egy helyed, ahonnan nyírod a népet. Mert ez így eléggé, hogy mondjam, tehát macerás. És nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, de időközönként jönnek juggernautok, ami azt jelenti, hogy ilyen magasan páncélzott, hát gyakorlatilag állik felfegyverzett katonák, akiket borzalmasan nehéz elpusztítani. Hát remélem, hogy most nem leszek annyira béna. Egyébként Voluxa még régen, nagyon-nagyon régen, mielőtt videózni kezdtem, még akkor játszottunk ezzel a játékmóddal ketten Xboxon, mert neki volt egy Xboxa, és az ez hatalmas élmény volt, hogy ketten ott toltuk gyakorlatilag. Hogy szakadj szét? Ketten ott toltuk, és eljutottunk másfél órányi játék után három juggernautig, és az kinyírt mind a kettőnket. Hát elég komoly volt. Na, most bejön ugye a második körnél. Ezt azoknak magyarázom egyébként, akik nem tudják. Lehet venni ilyen különböző... azért mutatom csak ennyire gyorsan, mert... Nem sok az időnk, tehát lehet különböző robbanóanyagokat venni, C4-től kezdve szinte mindent. Még ilyen centrigánokat, meg ilyeneket is lehet venni, amit elég valószínű, hogy... Hát nem tudom, hogy hány részes lesz a sorozat, de hogyha megér... Tehát tetszik nektek, és megér még egy ilyen hosszabb részt, akkor reményeim szerint lehet ilyet. Hogy még ledobok akkor olyanokat, vagy ilyesmi, de most egyelőre a túlélésre játszom csak. Na, bocsánat, csak egy pillanatra meg kellett állítani a felvételt. Na, szóval,
Hol tartok? Oh, hello! Szóval remélem, hogy majd a jövőben még... Bár lehet, hogy... Jó. Az is lehet, hogy még a mostani szériában megpróbálok Szent Trigánt szerválni magamnak, csak az nagyon sokba kerül, ilyen 10-15 ezer ilyen dollár, vagy kredit, vagy nem tudom, mi van itt körüli érték. Szia! A francba. A francba. Na, szóval. Hajjajajajajaj, már azt hitted, mi? Na. Tűz. Szóval. Mi volt még, amiről? Na, amiről beszélni akartam. Hát az, hogy igazából most. Oh, killstreak. Oh. Szóval, azt akartam még nektek. Oh, vége van, jó. Na, jó van. Pillanatra fagytam. Né, nem ezt akartam. Francba akartam secondary-t venni, na mindegy. Most már katona bátyák jönnek. Így. Jó. Hova kell dobnunk? Ott nincsen. Hát ez van. Akkor most ott nem lesz. Így. Oh, hello. Úgy. Na. Szóval azt akartam még nektek mondani, hogy remélem tényleg, hogy tetszeni fog nektek ez a sorozat, mert az előzőeket, hát gyakorlatilag a vicces Minecraft bugokon kívül, ami tényleg, amit szerintem is kétségtelen egy jó sorozat, de hogy nem nagyon vettem azt észre, hogy a többi az annyira tetszene nektek, úgyhogy ezért kérdezgetem tőletek folyamatosan, hogy mi az, amit szívesen látnátok, mert nyilván most már 2500-on is túl vagyunk, nem tudom, hogy amikor ez a videó felkerül, akkor mennyien leszünk, de ezért mondom csak így, tehát hogy 2500-on már már azért túl vagyunk, nem is kevéssel. Legfrissebb infók szerint, vagy infóim szerint. Szia! Ó, ez így nem vicces. Nem akarok már most meghalni? Nem akarok most meghalni? 23 izém van. Jó. Ajaj, ez így nagyon beszorított egy helyzet. Hú, gyerekek, hú. Nem ezt akartam. Ezt akartam. Így, és secondary-be megveszek valami jobbat. Mondjuk ezt tetszik. Ezt tetszik, gyerünk. Ajja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 jj
Gyerünk, dobjad, dobjad, dobjad. A fenébe. Hát ezt már megszívtam rendesen. Nagyon megszívtam. Nagyon megszívtam. Nagyon-nagyon-nagyon megszívtam. De nagyon megszívtam. Már megint lement az FPS-em, csak tudnám mitől. Gyorsan. Még egyet dobjunk. Jó. Fullon van, fullon van. Hát gyerekek, ez nem az a közben beszélgetünk című sorozat. Csak néha. Na. Jó. Lassan kéne vennem gránátot is. Ezt a fegyvert, ezt még életemben nem próbáltam, hogy ez milyen. Ez nemrég lett meg. Tetszeni fog ez a fegyver, úgy érzem. Tetszeni fog, igen, tetszeni fog. Határozottan tetszeni fog. Azt a rohadt. Ha van benne erő, azt tuti. Csak ne lenne ennyire mozgós az irányzéka. Azt a retek vigyel. Ez nem sámli, hanem kis szék. Hát ez komoly. Ez nagyon komoly. Szerintem ide dobok. Meg ide egyet. Onnan nem is jöttek, vagy jöttek? De innen is jöttek, hogy szakadjon szét a bal lábuk. Na mindegy. Most nem nagyon tudok mit kezdeni vele.